Üdvözlöm a jelenlevő hallgatóságot. Köszönöm Sándor a felvezető szavakat. Tehát vannak helyek, ahonnan lehet karriert indítani. A CIO konferencia is, mint megtudtuk, ilyen. Úgyhogy reméltek a következő előadók is ennek megfelelően kellőképpen felkészülve és örömmel fogadják el Sándorunk jövő meghívásait is, hiszen itt ettől kezdve bármi lehet, bárkiből akár. Sándorom majd jössz egy sörre itt a reklámért cserébe. Csapjunk bele akkor a prezentáció. Melyiket kell nyomni? Ez jó lesz? Nem jó? Melyik a helyes nyomás ezek közül? Amik le van kopva, jó. Nem eléggé. Most már átment. Jó. Tehát a Magyar Álomkincstárhoz most kerültem, mint egy szűk másfél hónapja. Úgyhogy néhány szóban akkor mégis mi a kincstár. Úgy látom, hogy egy kicsit megtöredezett a kép. Különböző formátumokba küldtem át. Ezek közül akkor, ha jól láttam, most talán vagy a nyílt forráskódú, vagy a PDF formátumot sikerült betölteni. De semmi probléma. 20 éve létezik Magyar Álomkincstár Magyarországon. Azért a történelmig belegondolunk, mindig is volt különböző korszakokban is az állami vagyonnak kapcsolatos, különösen az állami pénzzel kapcsolatos valamilyen őr, mondjuk kincstárnok vagy egyéb pozíció. 20 év óta van kimondott egy Magyar Álomkincstár nevű szervezet, amelynek az a feladata, hogy az állam pénzforrásait kezelje, átutalja, és ezekből valamilyen információt szolgáltasson a döntéshozók számára. Az épület az pedig most már Hold utcában található. Azt hiszem, hogy látszik, hogy beilleszkedik abba a környezetbe, amit mondjuk parlamentnél ott látunk mögötte. Tehát a szép régi, amikor a 100 évvel ezelőtt épült építmények egyikeként vagyunk ott. Közben itt igyekszem átnyomni. Jó, integetős módszerrel megyünk. Jó. A két évtized története röviden összefoglalva, 20 év ezelőtt megalakultunk, voltak közben szervezeti szétválások és aztán visszaalakulások. Ma a Magyar Álomkincstár az egyik ilyen intézmény, amelyik a kincstári tevékenységgel foglalkozik, a másik pedig az álmodosságkezelő központ, amely kimondott a nevében is lehet látni, hogy a külső álmodossággal kapcsolatos dolgokat kezeli. Korábban regionális szerveink is voltak, most pedig mind a 19 megyében pedig, és plusz Budapesten is van irodánk, igazgatóságunk, tehát egy ilyen megyei struktúrá épül a szervezetünk 2011 óta. Ez volt az intés. Több mint 200 állami feladatot látunk el, több mint 130 alkalmazás fut a kincstárba. Itt vadonatúj CIO-ként az egyik feladatom az is, hogy az alkalmazások számát azt lehetőség szerint csökkentsem egy elfogadhatóbb és kezelhető méretűvé. Ez azért egy több éves feladat jelent, amíg a különböző alkalmazások egyik-másikát egybevonjuk, átalakítjuk, továbbfejlesztjük és kezelhetőbbé tesszük. A fő feladatok közül, itt föl is van sorolva, az egyik az állami költségvetés végrehajtása során innen indul el a pénzforgalom. Tehát a különböző állami intézmények, önkormányzatok, kórházak, honvédség, iskolák innen kapják a pénzforrásaikat különböző időszakokban. Tehát itt történnek az átutalások. Továbbá igen fontos, hogy az uniós forrásokat is mi utaljuk át. Költségvetés számára készítünk havonta beszámolókat, hogy mennyi volt a mi pénzforgalmunk. Illetve hát egy igen jelentős szerepünk van abban is, hogy közel 1 millió ember kap illetményt, bért havonta a kincstár rendszerén keresztül. Azt hiszem, hogy ezekből látszik, hogy olyan feladatokat látunk el, közben mehet tovább, amik kritikus alkalmazásoknak nevezhetők, tehát az azt jelenti, hogy ha ezek közül bármelyik, tehát a kiemelt rendszerek közül bármelyik megáll, nem működik, akkor az nem csak sajtóhír, hanem rossz esetben akár politikai problémákat is okozhatna. A feladatunk az, hogy a legnagyobb problémánk az, hogy ezeket az alkalmazásokat folyamatosan egyrészt üzemeltetni kell. Aki állami szférában dolgozik, tisztában avval, hogy nem a informatikában legjobban fizetett alkalmazottakat tudjuk
mi alkalmazni, hiszen a versenyszféra egyre jobban elfut előlünk. Rendszeres olvasunk arról, hogy 5000-es, 10000-es, 20000-es vagy ennél nagyobb informatikus hiány van az országban. Ez azt is jelenti, hogy igen nehéz megtartanunk a szakembereinket, akár Budapesten, akár vidéken beszélünk erről. Tehát folyamatosan küzdenünk kell azért, hogy a bérhelyzet ne romoljon tovább. Ez is az egyik kiemelt feladatom, hogy ezt megállítsam, hiszen ezek az alkalmazások szakemberek nélkül nem fognak tudni normálisan működni. Hiába veszünk bármilyen eszközöket alá, akkor is valakinek ezeket kezelni kell és üzemeltetnie kell. Közmehetünk tovább, hogy látszódjon, hogy értelemszerűen, amiből eddig is következik, hogy átláthatónak kell lennünk, tehát látni kell a pénzügyminiszter úrnak, illetve hát a kormánynak azt, hogy milyen költések folynak a Magyar Államkincstáron keresztül, ehhez naprakész adatokat kell tudnunk szolgáltatni, és ehhez pedig egyre több és több intézményt kell bevonnunk, itt különösen az önkormányzatokra gondolok, mehetünk tovább is. Az egyik közelgő projektünk a meglévő önkormányzati ASP 1.0-as projektnek a következő kiterjesztése 1.5, illetve 2.0 fantázia nevekkel ellátva. Ez a belügyminisztérium a közös tevékenységünk. Itt arról van szó, hogy az önkormányzatok számára különböző alkalmazásokat a belügyminisztérium, illetve a kincstár fog szolgáltatni, ideértve az adózásokat, a pénzforgalmakat és egyebeket, tehát naprakész információkkal kell rendelkeznünk azokról a pénzforrásokról, amit az állam utal át, állam enged át az önkormányzatok számára. Újabb feladataink is lesznek. Az egyik ilyen, aki olvasta mostanában, hogy milyen összevonások vannak az állami hivataloknál, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal jelentős részét a kincstár fogja átvenni, egész pontosan a uniós pénzkivizetések, földalapú pénzkivizetéseknek a megoldásai hozzánk kerülnek. Ez informatikai is kritikus rendszerről van szó, hiszen ezek a mezőgazdák, ha nem kapják meg időbe a forrásaikat, akkor bizony igencsak idegesek lesznek. Ráadásul az Európai Unió által átvihetett intézményről van szó, tehát úgy kell hozzányúlnunk, hogy ne veszítsünk semmit se, és az alkalmazások biztonsága megmaradjon. Január 1-ére kell ebben is lépnünk. Ez egy komoly kihívás számunkra is, hogy hogyan tudjuk megoldani úgy, hogy minden napra készen és pontosan tudjon működni. Mehetünk tovább közben. A szolgáltatásainkat is igyekszünk javítani. Állampapír forgalmazása is foglalkozik a kincstár, itt is egy megújulás várható. Ma már működik online felületen is, hiszen mi is igyekszünk fejlődni, vagy mobilos alkalmazásaink is már léteznek. Kevésbé ismertek, még igyekszünk ezt kommunikálni egyre inkább, hogy van különböző webkincstár és egyéb alkalmazásunk is, tehát aki állampapírt akar vásárolni, kincstáron keresztül ezt megteheti, közben lépjünk egyet tovább. Itt felsoroltam, hogy mik a legfontosabb területeink, tehát a pénzforgalmi államháztási feladatok mellett a kommunikáció, és igyekszünk megjelenni egyre több helyen, látszódjunk, hogy kincstár egy egyre nyitottabb intézmény, amelyik sok-sok funkciót lát el a állami és önkormányzati szférán túl is. Lépjünk közbe tovább. Itt van egy másik ábra. Ezen a középső részen azt igyekeztem ábrázolni, ha 200 forintosokat rakosgatnánk a földtől holdig, akkor háromszor eljutnánk odáig, amennyi ez éves forgalma a kincstárnak. Ez körülbelül egy olyan 110.000 milliárd forintot jelent per évente. Ez az összeg. És amit említettem, közel 1 millió ember számára bérszámfejtést is csinálunk havonta. Lépjünk tovább. Kiemelt feladatok között, erről már beszéltem, szerintem lépjünk még egyet tovább, mert kicsit, ha jól tudom, próbálunk időt behozni. Modern kincstárról egyre több állampapír forgalmazó irodánk jelenik meg vidéken. Ezeknek az integrálása is fontos, hogy együtt tudjunk velük működni. Itt szerepe is, hogy megtakarítást is kezelünk euróban is, forintban is. Ezek szintén a informatikák kiemelt feladatai, ezek precízek és pontosak legyenek, és akkor szerintem az utolsó ábrára is azt rá tudunk térni. Ami
A jó hír, hogy onnan indultunk és idáig érkeztünk, a legjobb hír ma a kincstárban, hogy az az eszköz már nem nincs üzemet, aktív üzemben. Meg kell jegyeznem, hogy a kettő közötti eszközök közül még igen sok van. Én valamikor a Sun Microsystems-nél dolgoztam, akik tudják, hogy 2010-ben ez a cég beolvadt és megszűnt. Még igen sok olyan szerverrel találkoztam, amit még én adtam el a Magyar Ámkincstárnak annó, és nem 2010-ben. Ezek még aktívak, tehát van kihívás egy ilyen ekkora szervezetnél is, hogy a fejlődjünk és előlépjünk, hiszen ezeket a rendszereket kellő biztonságok kell alkalmaznunk. Viszont amit a címbe is lehetett látni, itt a kiírás címbe, hogy a kincs, ami van, valóban van kincs, de ez nem a kincstárnak a informatikai kasszájában van. Igyekszünk kicsit javítani ezen, de korán sem biztosítják azt a lehetőséget, hogy korlátlan mennyiségbe tudjunk előlépni. Az én feladatom az, hogy évről évre jussunk valamit előrébb, működőképesünk megőrizve. Köszönöm szépen a figyelmet, és úgy tudom, lesz még egy panelbeszélgetés, ahol konkrétabb információkat is majd fogunk eszmecserek keretében megosztani egymással.